Hallo. Hallo, hallo. Na, szerintem minden jó. A zene jó hangos. Ezt mindjárt lejjebb veszem. No, menjünk át ide. És amit eddig nem csináltam meg, az ez és ez. Ezeket a múltkor elfelejtettem visszakapcsolni. Sorry miatta. Na, indítok egy TikTok streamet is, csak mert miért ne? Úgyhogy remélem nem fog megakadni nagyon a dolog. Kurva ez a Dvorzsák. Ezt nagyon régen játszottam. A vonós lényesezés a legjobb kamarazon a világon. Oké. Okay. Na. Szerintem még lejjebb veszem a zenét. De majd mondjátok, hogy mizu. Szóval, kezdjünk Metaful World-del, és aztán mehet az 1v1. Teljesen terribilis leszek ma, azt hiszem. Megvágtam három videót, fölvettem egyet, kettőt. Úgyhogy nem sima a helyzet, de megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Van egy-két új... nem tudom, rögtön ez mi. Ez a kék autó. Ezt soha életemben még nem láttam. Brazília. Leállítom a telefonomat, mert még ezt is elfelejtettem. Üdv mindenkinek. Nem tudom mi ezt, tippeljük ezt. Oké. Okay. Yucatán. Vagy hát azt lehet, hogy már nem Yucatán volt. Ez volt Kanadában az Ontario-ból árt, igaz? Igen. Szia Balázs, jól vagyok. Remélem ti is mind jól vagytok. Quintana Roo. Megnézem mi az. Ez. És itt ez a nagyon kék autó van. Ezt gondolom NZ. Igen. Köszi a hidratálást. Oké. Ó, ezt a hegyet láttuk közelről. Oké. Gyors melegítés, nem specifikus. Interesting. Szóval jól vagyok, remélem ti is jól vagytok. Spanyol zászlók, meg sárga cucc, meg ott a sárga cucc. Ezt mondjuk nem láttam még, de biztos az is spanyol. De megteszünk mindent, amit csak lehet. Kicsit már moslaggol a játék, aminek nem örülök. Lehet, hogy bezárok egy rakás dolgot most így hirtelen. Egy csomó videó meg van nyitva, az biztos nem tesz jót. Meg Norway Plonkit Guide, meg ilyen hülyeségek. Frissítsünk egyet. Na, egy fokkal talán jobb. Ez az NMI, ugye? Ott van a hosszabb antenna. Lehet, hogy Guangdong. Nem tudom, nem emlékszem, mi a különbség. És az egyiknél vannak a cement oszlopok, a másiknál meg a fa, de arra sem emlékszem. Jó. Hello, hello. Japán matricák, ever. Ez vízszintes, de... Ah, mondjuk ez is villanyoszlop. Higgyek neki. Miért is ne? Miért is ne? Ah, oké, csak Sendai. Igen, írok valóban zenét TikTokon, kérdezik Jan Bal. Gondolom
Perut kell itt rakni. Még ez nem perui oszlop, akkor mi ez? Bolívia? Itt ezt a kettőt tudom elképzelni. Ah, szukre. Oké. Okay. Hello, hello. Szerintem ez a lok már volt egyszer, és nem emlékeztem, hogy mi az. Azért a Metaful World-on kb. 1000 helyszín van, úgyhogy egy idő után ismétlődnek. Na ez most megint az NMI lesz. Merre vagyunk? Arccal. Erre vagyunk arccal, esetleg itt. Suicide Cliff. Jézusom, milyen helyek vannak itt. De tényleg ott voltunk. Suicide Cliff mellett. Kemény. De még mehet egy-kettő, hogy úgy érezzem, hogy tudok dolgokat. Táj. Kantonom táj. Indó. Na itt honnan lehetett tudni az indót, nézzük meg. Nem látom, hogy ez mitől egyik vagy a másik. Lesz-e ma 2v2? Nem lesz ma 2v2, ma 1v1 lesz a nézőkkel. A Twitch-en lehet regisztrálni a felkiáltójel 1v1 parancsa. És remélem, hogy minél többen sorra kerültek. Mi a különbség az indonéz és a maláj rendszám között? Az egyiken 2 részre van osztva a szöveg, a másikon 3. De szerintem mindjárt küldenek neked példát is. Na mindegy, ezt nem tudom, hogy ez mitől indó és nem táj, úgyhogy menjünk tovább. Az igen. Menő egy helyszín. Ez nyilván Fülöp-szigetek. Vagy ez előz. Azért ellenőrzöm, de angol szöveg van, úgyhogy... Oké. Okay. Csúcsú! Nagy vonatot akkor mindjárt keresünk itt Andorrában. Gondolom, hogy ez az. Oragari kedvenc helye. Itt van vasút. Igazából kicsit meglepne, de ki tudja. Ilyen kis vasút biztos van, nem? Nem mondod, hogy nincs. Nincs vasút itt. Hát most jól megszivattál ezzel a csúcsúval. Ez általában nem szokott ennyire gonosz lenni velem. Általában tudok közelre tippelni, itt van vonat. Mi van a spanyolokkal, hogy így nincsenek vonatjaik? Vagy vakon vagyok, az is lehet. Jó, hát akkor melyik a következő nagyváros? Girona. Hát már biztos lesz valami. Itt van. Csúcsú! Szoktam Rocket League-ezni, igen. Hol lehet meghallgatni a zenémet? Hát aki szemfüles volt a hétvégi streamen, ott ki volt írva a teljes nevem. Sokszor. Ha rákeres a YouTube-on, megtalál mindent. Ha valaki nem volt szemfüles, az pedig majd a YouTube-on, a zeneszerző YouTube-on fog találni. Itt van városnév. SC Soma SRL. Nekem ez nem mond semmit. Crazy Lock. Shibiu ház, az mit jelent? Ja, tényleg ezt megszem magyaráztátok nekem ezzel a lyukkal, mi? A kis kikacsintóssal, igaz? Á, és az itt van? Csak? Vagy így ebben a részben? Hogy hívják ezt? Shibiu-nak hívják? Oké. Okay. Cool, ezt elfelejtettem. Annyira niche meta ez. De működik.
Ez itt a Litván Bolaer Dever. Azt hiszem. Sose tudom, hogy melyik, milyen színű kell, hogy legyen. Igen. Nagy szeben olni, oké. Okay. Láttátok a csodás metámat a... Ez közben a 11-es São Paulo, ugye? A 11-es kód van. Csodás metámat láttátok Norvégiában? Életedben nem hallottál rólam. Hát akkor üdvözöllek a streamen, Cimbora. Nem kell, hogy halljál rólam, mármint, hogy ez nem egy elvárás. Oké, nyilván. Q. Masszív nagyváros, gondolom, csak Bogota. Itt csak a sárga rendszámra akart mutatni. Ja, még a festés is itt van. Működik minden. Oké, Medellín. Antiókia. Azt így hívják ezt a részt? Aha. Antiókúja. Vágja a kolumbiai államot. Én ilyeneket nem valószínű, hogy meg fogok tudni tanulni ever. Na ez van, nagyon speciálisnak tűnik. Az oszlop nem mond nekem semmit. Fú, de masszív hegyek vannak. Mi ez? Yukon? Vagy Alaszka? Vagy mi ez? Bariloke? Cseh? Nem tudom mi. Az mit jelent? Nem tudom mi az. Hol a nap? Nap. Nowhere to be found. Talán délre. Az micsoda ez a bari? Én szívesen megtippelem. 999. Ja, nem rólam, hanem a román házmetáról. Oké. Okay. Ja. Én meg elfelejtettem, eddig egyszer láttam. Nem Izland, sárga középvonal van. Letöltötted a telefonodra, nagyon jó. Örülök, hogy tetszik a játék. Én azért inkább böngészőben ajánlom. Nem tudom, ezt ide gondoltam. Nézzük meg. Uff. 60-as út. Hogy mit parancsolsz? Chiu Quili Huin. Chiu Quili Huin. Oké. Okay. Kemény amúgy. Meg ez nagyon menő, hogy ilyen sok út van, ami így átvezet. Ami nem sok, de hogy több. Nem kettő. Peruhoz túl hideg. Ah, igen, az tényleg túl hideg volt. Nem tudom, szimpla sárgával, nekem nem volt olyan rossz ott. Na ez mi? De Berlin van odaírva. De honnan lehet erről megbizonyosodni? Német szöveget is látok. Van copyrightunk. Nyilván minden szürke, nehogy lehessen olvasni valahonnan. Na majd erről a piros autóról leolvassok. 23-as a copyright. Nem tudom, mi itt a meta az, hogy Berlin felirat van, és azt kell kattintani. Láttok valamit? Ez a Berlin Pavement. Durva, hogy még ilyen sok helyen van macskakő. Köszi a kalózmódod. Föl is kapom a sapit. ezer pont, úgyhogy volt egy nulla pontos, az jó. Érdekes. Na itt vannak ezek a szemek, amiket írtatok. Itt most nincs egy darab se. De ezek érdekes oszlopok, mert vékonyabbak a magyarnál. Pont, hogy vastagabbnak kéne lenni. Gondolom, hogy ez Románia lesz. Ilyen zebrát még életemben nem láttam Magyarországon. Szóval ez standard román, de ez nekem nagyon vékonynak tűnik. Jó lesz itt a hegyekben. Ah, oké. Okay. Nyugat. Jaj, nyugat. Nem raktam vízbe, de itt mondjuk nincs is akkora tó, hova rakhattam volna. Na majd itt rakok valami tavat. Mondjuk ezt itt. Ez egy kellően nagy tó. Arr. Oké.
Inkább fekvőrendőr, mint zebra? Nem tudom, nekem egyszerre tűnt fekvőrendőrnek és gyalogos átkelőnek. Szerintem mindkettő volt egyszerre, ilyen multifunkcionális akadály. Nyilván Tájföld. Olyan elképesztő monstrum oszlopokat látok mostanában amúgy. Ez is ez mi? Ilyen több tonnás hatalmas oszlopok. Ha megnéztétek a Vincével készült videómat, ez egy ilyen shameless reklám, ott volt egy olyan kör, hogy nem is tudtam figyelni arra, amit a Vince mond, mert egy ilyen, nem tudom, méteres átmérő hatalmas oszlop volt a Fülöp-szigeteken. Oké. Köszi a hidratálást. Rocky, Moci, Meta, ezt nem vágom. Manóka puszil Szegedről. What? Ez szerintem nem nekem szólt. Saláta ever? Lehet? Lehet káposzta? Ez balkormányos autó. Hosszú antenna fekete, az jó. Gondolom itt káposztát kell rakni. Nem tudom pontosan, hogy hol van a coverage. De nem ide kell szerintem, hanem ide. Nem tudom. Manóka Szaleket is puszilt a Szegedről a hétvégén. Nice. Ez a Manóka nagyon kedves ember. Nézzük ezt. Nice. Hát ha keresek egy utat, még lehet, hogy meg is van. Vagy legalábbis jobb a tipp. Oké. Okay. Itt van a piros rendszámunk. Meg a brazil oszlop itt. Szemtől szemben, bár csak egy létrája van. Akkor lehet, hogy nem Brazil, nem Chile. Ami mondjuk ezekkel a baszott nagy hegyekkel el is hiszem, ami így ott van. És ez is inkább chilei, ugye? Fehér a rendszám. Akkor ezek szerint a piros rendszám az, vagy ez a nagyon sötét, a narancssárga, ez oda jó. Ez is csireinek tűnik, de furi. Nézzük, mi van ide írva. 56-os kód, azt nem tudom, mit jelent. Vegán. Spanyol szöveg. De ilyen fura őszi coverage-nek tűnik, én ezt még nem láttam. Mennyi kábel az oszlopon? Aha, amúgy tényleg. Ez Latin Amerikához képest, már ha ez az, gyanítom, hogy az. Elég durva. Délre vannak a kurva nagy hegyek. Itt jó lehet. Oké. Okay. Tudod, hol van Peru? Ezt kérdezi Gábor. Figyelj, mutatom. Itt van Peru. Köszi, hogy beváltottad. Ó, Master Explorer lettem. Jaj, de jó nekem. Hello, Zsófi. Na, mehetünk tovább. Még egyet, aztán megy az 1v1. Úgyhogy addig jelentkezzetek a Twitch-en. Felkiáltójel 1v1-et kell beírni. Itt lehet mást menni itt, mint Dél-Afrikát, vagy Botswanát. Talán ez inkább Bots most, nem? Menjünk ide. Aha, annyira bocs, hogy már majdnem Namíbia. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Gondolom... Philippines. Nem tudom, nincs. Egyszerűen eltűntek a tuktukok a Fülöp-szigetekről. Én nem tudom hány location óta nem láttam egy darab tuktukot se. Úgyhogy már teljesen felesleges a tuktuk metát ismerni. Táj zászlót láttam, azt már nem tudom kiolvasni. Lampang, San Kampeng. És igazából ennyi.
Nem tudom, hogy ezek mik. Mennyire hegyes. Sem ennyire. Micsoda felhő jön ott. Láttátok amúgy a dubai vihart? Az beteg volt. Csammai voltok. Láttátok a videót a dubai viharról? 56-os és 3-as. 3-as és 56-os. De ez NZ, ugye? Nevermind, ez nem NZ, hanem itt valami. Ugye? Itt fönn, aha. Igen, ezt már múltkor is beszívtam, hogy ugyanilyen shieldek vannak, csak ott pirosak. Itt van a 3-as. What? 57-es. Akkor ez, mert ennek nincs neve. Dianella van abba az irányba, stimmelhet? Nem, az délfele van. Sehogy se jó. 52-es lesz, látom. Miért nem tudom megtalálni? Az A1-essel párhuzamosan? Nem. Jó. Ennyit nem ér ez a helyszín, hogy itt időzzek. Ráadásul Nyugat-Ausztrália volt. Ugyanilyen kék shieldek vannak itt is. Szerintem pont ugyanezt csináltam múltkor, igaz? Először Új-Zéland, aztán ezt megtaláltam, és aztán nyugat volt, és nem találtam meg. Maguknak csinálták az időjárás manipulátorokkal, csak elrontották kicsit. Ja. Kemény, nagyon durva volt. Ez Nigéria, ez a kanói autó. Nem, Lagoszi. Át kéne néznem ezeket. Na jó, kezdjünk neki, mert sose lesz vége. Szóval, ahogy szoktuk, biztos, hogy nem fog Magyarország menni. Összekevered ezt a streamet valami mással. Lájkol térképek. Legyen Community World. Nem építettek ki esővíz elvezetést. Hát mondjuk meg is értem. Meg is értem. Köszi a hidratálást, Levike. Februárban lett PY-val mögött a geó. Na, sorsolok. Nem sokan jelentkeztetek, úgyhogy lehet, hogy mindenki bele fog férni. Hopp. Igen, a szavoknak háromszoros szorzóval van előnyük bekerülni a sorsolásba. Úgyhogy emiatt valószínűleg előbb a szabok fognak sorra kerülni. De sorsolok egy második embert is, jó, hogy tudjunk haladni gyorsan. Jó, jönnek a prók sorban, nagyszerű. Hoppá! Mi történt? Még nem látom, hogy mi történt, de a gongot hallottam. Moving nem kell, azt hiszem. Többi az maradhat. Ó, látom, Pota 88. Ó, meg Zsoca King is itt közben előfizetett. Miért nem működött a beolvasás? Oh-oh. Megpróbálom még egyszer beadni. Baszki. Valamiért nem akarja beolvasni. Sorry. Szóval, köszi a hétvégi közvetítést a versenyről. Király volt kérdőjel. Remélem, hogy oda felkiáltóját akart elírni. Én élveztem nagyon amúgy. Indítom. És Zsoca King pedig előfizetett első fokozattal. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a hétvégi közvetítést a Na. versenyről. Király volt. Megjött. Ti is hallottátok? Remélem, ti is hallottátok. Oh, shit. Jó, nem baj, az első körben még nem baj. Hol van Szexárd? Amúgy ezt meg kéne keressem. Nem emlékszem. Miért nem emlékszem, hogy hol van Szexárd? Itt van.
Rip. Köszi szépen a beváltást. Majd csinálunk izét, szavazásokat. Főleg, hogyha Oragari itt van végig esetleg, és akarja nyomkodni, akkor lehet. Ez illetve egy kétkörös meccs lesz, úgyhogy talán nem is baj, hogy erre nem csináltunk. Ötletem sincs, milyen hegyek ezek. Appalachian, de hát... Sokkal inkább, hát mondjuk ez... Nem tudom. Ja, nem ide kéne zoomoljak, hanem ide. Nem merek ide rakni, nem emlékszem, hogy itt mekkora hegyek vannak, de szerintem ennél azért kisebbek. Úgyhogy inkább ezt rakom, még ha melegnek is tűnik nagyon. Bár mondjuk fenyő van, lehet, hogy ez ilyen átverés. Azért kellett szexárdot raknom, mert Mr. The Cactus beváltotta, hogy szexárdot tippeljek. És ezt olyan jó időzítéssel csinálta, hogy pont amikor egyértelmű Litvánia kör volt. Colorado nagyon száraz lenne ehhez, úgyhogy ez nem volt annyira jó itt. Oké. Ott víz van vajon? Ez merült fel bennem. De nincs nagyon okom komitálni bárhova. Ó, még csúcsú is van, nagyszerű. Itt is közelebb van. Mindjárt intézem a modot. Ja, Oragad a telefonról van, make sense. Csúcsút fogsz te is keresni, az jó. Csak van valami vonat, na van. Elmaradt? Nem maradt el, szerintem. Andorra volt a kör, és nem tudtam Andorrát tippelni, mert ott nincs vonat. Vagy azóta volt még egy, amit nem vettem észre. Oh, shit. Oké. Okay. Jó. Jó, mindjárt bepótolom akkor. És Oragari, hogyha telefonról vagy, tudsz jönni játszani egyáltalán? Mert szerintem akkor nem. Akkor viszont pörgetek újat. Na, tessék, Kuli, nem kell tovább melegíteni. Már be is dobott. Jézus eleje, ez mi akar lenni? Fehér autó, de középen van a dupla sárga. Ezekkel a hegyekkel. Mi akar ez lenni? Csak Peru tud eszembe jutni, de... Soha nem láttam még ilyen landscape-et. Ennyire zöld hegyeket. Esetleg a túloldalán az Andoknak? Lehet? Lehet, hogy Bolívia a túloldalán az Andoknak? Most nem mindegy. Ó, az nem perui. Bolívia? Gyorsan átrakom, mert az ott egy oszlop és nem perui. Jó, az jó switch volt. Ja jó, oké, akkor sorry, akkor előbb Oragari és aztán Kuli jön majd. Hát ez csak itt lehet. Köszi a hidratálást is. Ennél póvölgyébb dolgot nem lehet mutatni szerintem. Van antenna? Nincs antenna. Gondolom Bulgáriát kell rakni, bár az az igazság, ezek a cuccok. De zöld a tábla. Téli coverage-el szerintem csak Bulgária lehet.
De akkor nem kéne lenni antennának? Most ettől félek egy kicsit. Lehet, hogy Szerbiában is van téli coverage. Mondjuk ezekkel a hegyekkel annyira adja magát a Bulgária nekem. Ide rakok a határa. Itt vannak hegyek mindkét oldalon. Oké, csak simán Bulgária volt. Háromszoros szorzó, ez elég, nem? Mi a rendszám tábla? Nem tudom. 3 is feles. Oh shit. Elérkeztünk a végéhez a meccsnek. Milyen vörös a talajét, elég furi. Nincs antenna. Hát, nincs tippem. Délre kell, vagy tudom, délre van a nap. De déli fenyők vannak, ezek déli fenyők. Szóval valami USA-t rakjak? Ha mondjuk örvös elrendezésűek, amúgy lehet, hogy csak becsapós fák ezek. Na várj, mi lehet még? Esetleg Törökország? Szerencsére nagyon közel van egymáshoz az USA meg Törökország. A USA-t rakom, mert az volt az első ötletem. Svéd? Ilyen fenyőkkel, de furi. Na jó, elfogadom a vereséget. Ötletem se volt, hogy mi volt ez. Vörösföld. Hova rakott ő? Ólandra? Jó volt. Küldöm a linket. Köszi Máté a rózsákat. Epikus donation jött. Köszönöm szépen. Küldöm a linket Oragarinak. Ja, Waterhedge, aha. Nekem még török volt a fejem. Egyszer nem is értem ezt a fenyőt, hogy lehetett ott. Annyira izének tűnt. Petkónak adok izét. Ja, már megcsinált Oragari. Mindegy, azért Petkónak adok modot, mert még jól jöhet. Jó, egy kicsit még várok, mert egyrészt most kezdődik a reklám, másrészt még van hátra a cuccból. Multiplayerből miért tudnak kibannolni? Ezt nem értem. Köszönöm a 6 GG-t is Banderasiknek, aki állítólag mindenhol ott van a TikTokon. Mire való a játékpont TikTokon? Hát ilyen szavazásokat lehetne csinálni, mint amit Twitch-en lehet. Ezt a Twitch-től ellopták ezt az ötletet. De az az igazság, hogy nekem nincs energiám mindkettőt menedzselni. És a Twitch-en annyira jól ki van ezt találva, hogy maradunk a Twitch-en ezekkel a dolgokkal. Na, indítom. És akkor a következő meccs Kuli lesz, amiért egy ilyen kétkörös flow lesz, gondolok. Oragari már Master 2-ben van amúgy. Ami szép teljesítmény. Na, látom, gyors gameplay lesz. Be se tölt a térkép ennyi idő alatt nekem. Északra vannak hegyek, akkor ide rakjak alá, ide jövök így. Oké. Hát most meghökkentem ettől az oszloptól. Mert ezt úgy Ecuadorba raktam volna, mint a húzat, de akkor ezek szerint Mexikót kell rakni, mert szerintem Ecuadorban nincs ilyen oszlop. Kolumbia vibe-om nem volt itt. Kolumbiát nem éreztem, Ecuadort éreztem, és ez az alsó hurok volt az antennán, az még stimmelt is. Jaj, ne. Mi ez? Dubaj? Vagy Szingapúr, vagy mi a fene ez? Bármi scriptet, please? Miért nincs semmi vibe-om ettől? Az autót nem ismerem föl. A fekete-fehér kövek vannak, és ez eléggé arab építészet amúgy.
Ez ilyen arab cucc, szerintem ezek a boltívek. Spanyolországban is sok van ugye, emiatt. Hát nem tudom, rakok egy Dubaj, de fogalmam sincs mi ez. Jó, ragad is küldött egy kérdőjelet. Ez hogy Bangladesh? Azt valaki meg tudja mondani, ami mit rakott Szingapúrt? Mondom, Szingapúrt rakott. Milyen zenék mennek a háttérben? Komoly zene megy a háttérben. Ez most éppen Dvorzsáknak a vonós négyese. És annak is a harmadik tétele, mindjárt mondom a pontos címet. Csak itt Oroszországban ezt meg kéne régió tippelni. Téli coverage van, az itt van, nem? Úgyhogy ide rakok. Nyírfa valami miatt viszont sokkal keletebbre kellett volna menni, és nem tudom, hogy itt hol van téli coverage és hol nincs. Oké. Fekete autó volt hosszú antennával, azt nem figyeltem. Aha. Nagyon vicces, mert fekete Google autónk van. De 8-szög alakú oszlopaink, akkor ez mi ez? Uruguay? Nem tudom. De ott nem fa oszlopoknak kéne lennie? Lehet, hogy Argentína. De Uruguay volt. Középre kattintott. Nagyon pörgeti Oragaria, teljesen fölmegy a vérnyomásom ettől a gameplaytől. Az sose Banglades amúgy, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Ez Chile? Valahol itt délen? Nem tudom. Bolívia. Ah, makes sense. Az Andok túloldalán zöld. Ez fájni fog. Ez nekem nincs meg ilyen gyorsan. Valószínűleg amúgy lett volna meg. Meg is nézem ezt a lokkot még egyszer. Pici rendszám, azt talán nem jó Chilére. De abban, hogy nem tudom mi a különbség itt. De az menő, hogy tudta ezt. Itt honnan lehet tudni azt, hogy ez a Bolíviának az a része, azon kívül, hogy ismered a coverage-et? Dupla fehér szaggatott vonal van. Ezzel a road angle-lel. Az jó, amikor már az út szögét is kell nézni. Aha, tehát a Fülöp-szigeteki pavement fehér autó. Ja, értem. Ezt én nem ismertem. Szerintem még soha nem volt itt helyszínem. Ez a rutintalanság. Ez nem tudom, hogy... Ez ilyen tipikus bolíviai cucc, ez a szögletes stop tábla. Amúgy nem volt izém sem, csilei oszlop sem. De nem volt időm körbenézni. Sajnos ezt Oragari instant felismerte, és ez nekem nem segít. Küldöm Kulinak a kódot. Csak hogy folytatódjon itt az alázás, de nem baj, mert tanulom belőle. Na gyere, mester! És amúgy annyira nem volt rossz. Első három körben jó volt, meg a Mexikónak örülök, hogy ott az meg volt. Ez mi? Ez a Bangladesh, az semmi. Nagyon nagy játék, srácok, köszi szépen. Még egy néhány másodpercet várok az előrejelzés miatt. Na jó. Induljunk. Nem a legjobb napot választotta már. Gold 1. Ó, de jó. 1564-je Gold 1. Zseni. A3. Ez itt van fönn, igaz? Igen. Ganzi itt van. Mi van még itt? Sehitva. Azt nem találom. Ganzi van délre, tehát ettől északra vagyunk.
Ez esetleg ever. Sejtva itt van. Az már a másik irányba van. Szóval ez. Ez működhet. Toteng van ebbe az irányba. Ott nincs semmi. Toteng ott van. Sehogy nem működik ez itt. Hát nem tudom, majd mindjárt Kuli megmutatja, hogy hol van ez pontosan. Akkor mégiscsak jó kereszteződésen voltam. Ó, ez fölkanyarodik. Ah, oké. Tehát ki az, aki azon menne az autópálya helyett? Mindjárt felveszem a kalapot, csak itt nem sok időm lesz. Jézusom, ez micsoda ez az autó? Soha életemben ezt még nem láttam. Leginkább a régi bangladesire hasonlít, de ez nem Banglades, ez valami Afrika lesz. Úgyhogy gondolom Kenyát kell tippelni, nem tudom mi ez. Nagyon jó kis coverage-eket kapunk ma. Oké. Mémel. Mémel az ellenfél. Zala National Park. Ja, nem láttam még ezt sem. Tök jó, ma ilyen tök új dolgokat látunk, amit még eddig a streamen sose. Ezt se tudom, hogy ez mi. Jó, most már tudom. Nyilván berakom az ankorvatot, akkor most már beötkázzuk az ankorvatot. Na jó, Vietnámból közelebb van az emberünk. Mémel. Jaj, de jó. Ide a farmaci, gondolom. Én elhiszem. Elhiszem. Na, itt menjen másik országba. Nem, nincs szorzó, úgyhogy akár mehet is. Jó, nem volt Idaho. Én elhittem. Nem ment másik országba, inkább beütkázta a random falut majdnem. Remek. Telefonkód, amit én nem ismerek, azok fehérek, tehát akkor ez csak Ausztrália. Nincsen zöld matrica. Szóval rakom a szokásos Victoria tippemet, és reménykedem, nincsen sárga cucc sem. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. A fák, ezek a fura fák, erről Zigzag mondott valamit, de nem emlékszem mi az. Biztos azt mondta, hogy nem Victoria, hanem nem tudom, Brisbane vagy valami ilyesmi. Oké. Okay. Még nem elég. Még élek. 43 életem maradt. Oh shit. Sri. És komolyan Sri Lankán fogok kikapni 43 élettel? Ezt meg lehet csinálni? Nem, még élek. Jó, nem lesz flow lesz. Köszi a rózsákat, Beatrix. Megkegyelmezett, hogy ne Sri Lankán kapjak ki. Hanem majd itt. Mi ez? Olasz. Mi van ide írva? Massoli, az eléggé olasz. Montepaldi. Oké. Szicília vibe. Megnézzük Szicíliát. Puff. Helyette inkább Firenze volt konkrétan. GG. Na, nem kell aggódni, mert Kuli holnap szerepelni fog egy videóban, és ott nem lesz ennyire magabiztos talán. Ebben reménykedem. Na, sorsoljunk. Elfelejtettem kettőt sorsolni. Petko a következő oktató emberünk, és aztán Bari az utáni. Na gyere, Petkó. Amúgy losing streaken ennyire jól még sose szórakoztam. Szóval teljesen jó. Zöld kocsi volt. Nem vágom.
Nem tudom, hogy milyen zöld kocsi. Ki ez a srác? Hát az előző ellenfelem top 5 magyar játékos. Elküldtem a kódot a Petkónak. Lehet, hogy nem. De elküldtem, itt van. Ja, csak... Jó. Nyugi. Replace player. Nyugi. Kalóz kimaradt, tudom. Igen, igazad van. Vagyis nem tudom, elfelejtettem már rég, de most, hogy szóltál, már nagyon jó. Fel tudom ezt úgy venni, hogy még lássak tőle. Na, szóval, mivel tartozom? Most összeszedem. Tartozom egy kalózzal, egy perúval és egy kalauzzal. Oké. Okay. Nyomjuk. Have fun. Mik ezek ma? Hát itt tudok halóz módot menni legalább. De akkor már meg fogom belájnapolni. Ha remélem, hogy ez az. Arr. Na ezzel meg vagyunk. Nem ez a másik? Hát jó, nem tudtam. Nem leszek annyira messze. Csak 2000. Az a különbség, hogy kilógott az a kis lámpa. Mert a hátulja az ugyanaz. Hát erről nincsen, amit oké, okay, valami skandi, de nincsen erős vibe-om, hogy melyik, nincs vonal, ami egy kicsit zavar. Ma néztem ilyen kukákat, és volt Norvégiában egy kuka, de azt nem hiszem, hogy ez Norvégia. Rakok egy svédet, az úgy lefed mindent. Lehet Norvégia technikailag. Oké, okay, svéd. Nice. Tartozom még egy perúval, és egy kalauzzal. Na, nézzük meg, hogy ezúttal a Norvégia tippem az mennyire lesz megfelelő. A vízparti városunk van, ami szerencsére nagyon ritka Norvégiában. Villanyoszlop meta? Nem fogja hagyni, hogy mindent megnézzek, nyilván. Van itt vonat? Itt egy vonat. Ez nem vonat. Shit! Egy vonatot nem lehet, de vonat megvan. Jó. Csúcsú! Oké. Okay. És akkor most mindjárt mutatom, hogy hol van Peru, csak az a baj, hogy Petko is olyan gyorsan tippel, hogy berosszulok. Jaj, nem már. Cool, te ne haj, nem tudom micsoda. Az ott kanadai zászlók vannak. Jó. Na, figyelj, itt van Peru amúgy. Csak mondom. És akkor most nem rakhatok ide valahova. Hát... Nem tudom, hogy az városnév volt, de én nem szkennelek itt. Hanem inkább elmajszolok némi majom kenyérfát. Nem látta a kanadai zászlókat szerencsére, úgyhogy nem lesz flawless. Ami eddig se volt flawless. Nem is emlékszem, mi volt az a kör, ahol közelebb voltam. Húha. Aha. Nem tudom, talán Bulgária. Dupla antenna, nem tudom az mit jelent. De valami ilyesmi. A vibe-om. Nem tudom. Kicsit off ma a hangulat. A görög, oké. Okay. Petko is amúgy Master 2-es. Elképesztő mémek. Oh.
Ez téli felvétel, havas keverés. Az van itt lent, igaz? Ha megtalálom az országot egyáltalán. Valahol itt van lent az, nem? Istenem, nem emlékszem. Most mondta a videóban, és nem emlékszem rá. Valami Kambodzsa meta? Az Angkor Watról elnevezett Angkor sörmárka. Az egy nagyon jó Kambodzsa meta. Nice. Ez jó volt. 2000. Az egy nagyon-nagyon jó hasznos kambodzsai meta. Ajánlom. Görögország. Click middle. Mondjak egy random infót vagy metát. Görögországban ilyen táblák vannak, hogy ki van görögül is, meg latin ABC-vel is. És az egyik sárga, a másik meg fehér. És a dupla fehér vonal középen az is jó görögre. Azt a mindenségét. Sósban állni is rábaszott a gongra, és ajándékozott egy előfizetést a közösségnek. Köszi szépen, Játszint megkapta az előfizetést. Ez mi? Erről az útról Anglia jutott eszembe, de semmi másról nem jutott eszembe Anglia. Az lehet Németország? Nem lehet Németország. Akkor szerintem Csehországot fogok tippelni, így az út az eléggé nem olyan jó. És az legalább így Európa közepén van. Nice! Lehet, hogy megnyertem? Lehet, hogy megnyertem. Na, az első győzelem a mai napon. Én ilyen stresszre nem iratkoztam fel amúgy. Valami félreértés történt. Kirúgom az inaktívokat, mert így nem férnek be az új emberek. Szóval Bari a következő. Bari itt van? Aha, itt van, nice. Nézd, Bari, bármikor kaphatok 5 midvéjatolt egymás után. Te erre iratkoztál fel? Akkor jó. Ha te örülsz, én is örülök. Megy az előrejelzés? A most indult. Jó, akkor még egy picit várunk. Közben TikTokon írták, hogy menő voltam a nemzetközi verseny közvetítésen. Köszönöm szépen. Arr. Szóval nem tudom, aki most nagyon gazdag, biztos, hogy az ellenfélre tennék és beváltanék 4 midvéjatolt. A holnapi kvízben mire kell számítani? NMPZ és az országot kell majd megtippelni. Ennyit tudok előre mondani. És azt is elmondhatom, hogy a mai embereknek tetszett amúgy. Úgy éreztem, hogy van akinek jobban, van akinek kevésbé. De a mai emberek jól érezték magukat szerintem. Nehéze. Senki nem írt ma 0 pontot. Az első helyezett, amit nem spoilerezek el, hogy ki lett, az első helyezett kb. A felét tudta. Vagy a felét tippelte meg jól. Na, indítom közben. Szia, Zsomsza! Mióta foglalkozom ezzel? Hát szerintem most már 2 éve játszom úgy, hogy oda is figyelek kicsit, vagy próbálok el sajátítani dolgokat. Most például elég vakon vagyok, hogy ez mi. Sárga tábla. Németország csak simán. Gondolom, igen. Dánia volt a vibe, úgyhogy éjszakra megyek. Ja. Rakhattam volna a kalózmódot, csak ennyi eszem van, inkább sülök ebben a kalapban még egy kicsit. Szerintem nem fogod magad leégetni amúgy, Kuli.
lesznek egyértelmű körök, és lesznek lehetetlen körök, és ott meg majd jól fogjuk magunkat érezni. Ez én ebben reménykedem. Úgyhogy emiatt igazán nem kell izgulnod szerintem. De a többiek megerősíthetnek. Csak ne spoilerezzetek semmit. Kalóz móddal mi van? Istenem. Szép tipp volt. GG-t adok neki. Mekkora zene ez is. Uff. Rakok most meg kalózmodot, mert nem bírom. Arr. Köszi, Kuli. És kaptam közben egy kalauzmódot is. Nem stresszelem magam. Főleg, amikor ilyen szép helyeket kapok, mint ez itt. Hogy lehetne stresszelni magam. Na, kipróbálom a metámat. Az nem jó. Jó. Itt semmilyen metám nincs. Ne tippelj még, please. Akkor tippelj. Itt van vonat. Ja. Csúcsú. Oké. Rainboltot ismerem-e? Nem, nem válaszolt nekem. Zigzag többször válaszolt már, ő nagyon rendes volt. Rainbolt egy kicsit nehezebben elérhető ember. Autó nélkül kéne ezt megmondani, hogy ez mi? Az jó. Az nagyon jó. Nap éjszakra gondolom Chilét kell menni, vagy Argentinát. Ezekkel a hegyekkel. Hát, mi szép ez a víz itt, ezt nézzétek. De jaj, ez a vibe, amit nem tudom. Oké, még délebre. Debre streamele? Nem. Debre is elérhetetlen, bár őt még nem próbáltam elérni. Amúgy ez nem igaz, nem igaz, bocsánat. Kurvára nem igaz. Mert egyszer Twitch-en ráírtam Debrére, hogy milyen karórája van, és arra válaszolt. És aztán meg az Insta story-ára írtam, és arra küldött két emojit, szóval nem elérhetetlen az emberünk. Vannak fehér virágok. Miért gondolom azt, hogy ez balti, és nem pedig orosz? De közben meg mégsem gondolom azt, hogy balti, inkább Bulgária vibe-om lett, főleg megint ilyen dupla antennánk van. Úgyhogy maradok inkább a kelet, vagy még nyugat-orosszal, lefedem ezt az egész régiót itt. Oké, ezt gondolt az ellenfél is. Hol streamelek még? Twitch-en streamelek a twitch.tv/zeneszerző oldalon. És Ádámnak köszönöm az ajándékokat, és Martinnak is. Kabupáten. Egyet se ismerek. Ott van a kabupáten. De sajnos nekem az nem segít. Paul. Szimmetrikus. Akkor az a kalimantent kell rakni. Vagy csak simán Jávát. Arr. Vagy a legkeletibb Sulawesi szigetet, ami létezik. Bengai Island, oké. Okay. Ez volt a feliraton is. Biztosan be fog dobni amúgy, mert kb. Hatan vannak még a sorban. Az a baj, Bazi, hogy még a bambusznádot se fűztem bele a kommentálásba. Hopp, megtörtént. De majd a tiéd is sorra kerül. Még délebre. Emberünk ügyes amúgy.
Na figyelj, most megvárom, hogy tippeljem. Ez lesz a tax. Ott vannak a gólyafészkek amúgy, ez csak Magyarország, nem? GG. Beraktad a Discord, nem? Hát figyelj, remélem megnyered. Amúgy akkor már remélem dedikálják is, nem? Illene. Na sorsoljunk, megint elfelejtettem sorsolni. Tessék, Vince már jöhet is. És a Zsomsza, te vagy a következő, úgyhogy nice. Figyelj, azért dedikált, nekem is van egy csomó dedikált cuccom. És én azokat nagyon, nem tudom, szeretem, hogy vannak. Hát a Google Translate segítségével, hol van Vince amúgy? Itt van. Úgy látszik, ma ilyen Dvorzsák napot tartunk. Lehet, hogy nincs randomra rakva, de randomra van. De ez már a harmadik Dvorzsák, amit beadott. És szerintem összesen van 5 a listán. Ja, 5 van a listán. Menjen a moving? Én megkérdeztem a cseten. Azt mondja, mehet. Nem ebben reménykedtem, de akkor ezek szerint movingot játszunk. Egy kicsit várok még, mert pont reklám van, de mindjárt indítom. Addig megnézem, hogy mi van a TikTokom. Szóval köszi szépen a Martinnak is a szívecskét, meg Ádámnak is a szívecskét. Kedves emberek. Ma én is donételtem amúgy a TikTokon valakinek. Egy Rocket League-es streamernek. Köszi Máté a szívecskét. Kezdőként hogy lehet amcsiban region guesszelni? Kezdőként nem lehet amcsiban region guesszelni. Sőt, annyit mondok neked, hogy haladóként sem lehet. Én például nem tudok, mint ahogy ezt ma már bemutattam párszor. Akkor lehet, hogyha legyen time limit, amúgy ez egy jó ötlet. Legyen 1 perc 20. Na, elég az 1 perc is. Szóval, ó, és köszi a karkötőt is, Máté. Mert... Csak mert... Jó, oké, indítom. Szóval akkor tudsz region guesszelni, akár kezdő, vagy akár haladó, akár champion, hogyha megtanulod. Csak úgy nem jön az magától, meg a tapasztalattól se szerintem. Én bemegyek, az van kírva, hogy no entry, de én akkor is bemegyek. Aha. Jó, hát szerintem eleget mentem itt. Quick scant azért megér. De ennyi volt a quick scan. Mit láttam? A sárga rendszámokat? Burke. Hát nem ezt a szöveget láttam ott. Egy pont. Nice. Ő nem látta a sárga rendszámokat. Rossz felé ment talán. Na itt aztán rohanhatok. Azért ezt a stop táblát megnézem, hát ha arra itt a felirat rajta, de nem. Jó, hát menjünk akkor egy picit. Igazából nem tudom, hogy van-e értelme. Mondjuk ezt az autót most már megnézném előről is. Jó, semmit nem lehet róla látni. Nyilván ide kell bejönni, bazd meg.
a Gen 1-es útra. Menjünk akkor oda. Nincs első, azt látom. Azon meg fekete az első, ami kurva jó, mert nagyon nem ott van, ahol szeretném, hogy rakjam ezt. Ezt nem tudom, hogy ezt a profik hogy oldják meg, hogy amikor elkezdi őket hátradobni, akkor mégis tovább tudnak menni. Közben a TikTok megőrül. Azt mondja, hogy inaktív a stream. Leraktam a pointert, tényleg. Jó. Na lássuk. Oké. Piros utca tábla. Mennyire magabiztos? Ez egy eléggé magabiztos ember. Meg ennyi szöveget egy év alatt nem szoktam elolvasni. Úgyhogy inkább megyek tovább. Ignorálom azt, ami ott volt. Eddig jutottam gondolatban. Én csak így gondolatban. Nem az volt? Nem. Visszajövök ide. Mikor fog kikerülni a videó, amit ma vettünk fel? Hát az attól függ, hogy holnap meg tudom-e vágni. Ha igen, akkor holnap este, miután fölvettem a második embereket. Ez mi? Kék utcatávla van, az akkor nem lehet Buenos Aires. Az akkor beljebb lesz. Hol vannak hegyek? Kérek hegyeket. Arra szeretném keresni a hegyeket. Nem lehet arra hegyet keresni, hiszen nincs táj. De ott vannak a kurva nagy, baszott nagy hegyek. Elnézést kérek a sok káromkodásért. Lesz-e vágó stream? Amúgy most csináltam a TikTokon egyet valamelyik nap. Hétfőn. Hétfőn csináltam, mert ugye szabadságon voltam. Ez egy hosszú meccs lesz. Ja, ott voltál? Nem hiszem, hogy a Twitch-et csinálok, az nem... Az itt lévő embereket szerintem annyira nem érdekli a videóvágás. Fushi Secondary School. Hát ez ennyi. Nem ez volt a neve, hanem... Lehlonolo. Volt a szomszédban. Le van fagyva? Szerintem nincs lefagyva. Oké. Okay. Itt azonnal fog tippelni az emberünk. E6. Rohadná meg. Oké. Okay. Trondheim fölött valahol szerintem. Ja. Hát a Babi néni van Eswatiniben, és ezek szerint Lenononolohono van Lesotho-ban. Na most leszünk bajban. Eddig volt easy a meccs, mindjárt felveszek egy kalapot is. És most nagy baj lesz. Téli coverage van, hegyek északra. Ezzel szerintem déli szigetet kell menni, de az a baj, a téli coverage az nem itt van csak. De ilyen hegyek nincsenek ott szerintem. Ide jövök. Nice! Na ez jó volt. Ez jó tipp volt. Most majd időm felvenni ezt. Na gyerünk, még egy jó kör és megvan a meccs.
Víz. Lehet, hogy föl kéne Óluba menni, basszus. Mindegy, most már nem maradok. Ó, nem tudta, hogy Finnország. Ez elég? Elég kell legyen. Nem raktam karúz módot, de majd a következőben. Na, hát a seed az kedvezett nekem. Be kell vallani. De jó győzelem lett. És amúgy a Norvég Region Guest az kellett hozzá ezzel a 800-zal. Na, megérte a Gyűrűk Ura streamet csinálni. Amúgy nem, azt hiszem nem volt annyira sikeres az a stream. Úgyhogy ezért a Szilszakel hangot azt ki is vettem a beváltásokból. Zsomsza a következő. Itt van a Zsomsza emberünk? Vagy még játssza a meccset? Ja, igen, Zsomsza az ilyen speciális, hogy ő Discordon kéri a linket. Úgyhogy elküldöm neki Discordon a linket. Nem maradtál le semmiről Immortan Joy, mert fönn van a YouTube csatornámon az egész vágatlan verzióban. Bakony bent van-e a Q-ban? Bent van. Heten vannak bent jelenleg. És a következő ember Chris. NMPZ akkor? Jó, nyomjuk. An improved word NMPZ. Olyan igények vannak, hogy hihetetlen. Na, most megkapjuk az NMPZ oktatásunkat Zsomszától. Még van némi csatorna pont hátra. A héten lesz-e még stream? Nem lesz sajnos a héten több stream. Mert eléggé sok dolgom van a hétvégén. Jövő héten lesz a hét elején. Még nem tudom, hogy hétfőn vagy kedden. De a következő az így lesz. Na, jelenleg 3020-hoz nyer Zsomsza. Indítom. NMPZ az azt jelenti, hogy nem lehet körbenézni se. Megint országot váltott az ember. Király. Nekem még kontinensem sincs. Mi ez a kerítés itt? Nem tudom, mi ez. Akkor már rakok kalóz módot, mert hadd vegyem le legalább a sapkát, legalább annyit érjek el ezzel a tippel, hogy leveszem a sapkát. Nem volt olyan rossz. Lehetett volna sokkal rosszabb is. Nincs jobb ötletem. Jobb lett volna az előző. Ezt elváltom most, mert ez egy kicsit misztikus ez a mostani vibe-hoz. Call offense. Ja, jó a call offense. Ó, Isten. Hogy? Lehet, hogy volt oszlop. Ilyen confident még soha nem voltam tippemben, mint most. Úristen. Csak ott lehetett. Igen, amúgy.
Jó, még élek. Tuti mondja magába, hogy ment erre Új-Zélandot. Hát igen, amúgy. Úristen. Hát itt lesz a baj. Zöld plét van. Amúgy Nova Scotia vibe-on volt, úgyhogy a main azt tetszik nekem. Megrakom. Oké. Okay. Egyiknek se lett meg az ország, de hát a vibe-ja az meg elképesztő. Elképesztő az ember. Manitoba volt. A zöld-fehér-zöld, tehát ilyen Nigéria zászló. Na, az oktatás folytatódik. Krisz a következő. És aztán pedig Bakony. Egy perc movingot kér, legyen. Amúgy, hogy történt a Krisznek ez a... Hoppá, bocsánat, jó nagyot köptem most itt véletlenül. Hogy történt a Krisznek ez az átváltása movingra? Vagy ő mindig is szerette a movingot? A Zsomsza nekem nagyon Nova Scotia vibe-om volt az elején, és aztán megláttam a zöld plétet, és nagyon megörültem, hogy akkor az jó lesz ott Main Vermont környékén. És Zsomsza, hogy volt meg a Tasmania? Szeretsz a szél szemben menni, ne? Én is így vagyok. Na, indítom. Én nem tudom, ez mit jelent. Az ilyen hülye chevronokkal nagyon rosszba vagyok általában, mert már a fekete alapon sárga, meg a sárga alapon fekete is gyakran összekeveredik a fejemben. De az ilyen kis random chevronokkal még rosszabb vagyok, mert nem tudom, hogy melyik hol van. Most itt például teljesen vakon vagyok. USA ez? Ah, ott volt egy rombusz alakú tábla. Info, please. Warehouse. Itt már nincs info. Jó van. Tennessee. Nem volt neked Új-Zéland vibe? Érdekes. Nem vagyok tilten. Hogy lehet ilyen gyorsan utazni? Hát nagyon kell nyomni a gázpedált ehhez. Fasza. Ez mi? Peru. Tudom, hol van Peru. Oda Chile van írva? Nem. Ajaj. Itt lehet, hogy lesz szöveg, amit ő ismer. Én egy darab perui város nevet nem tudok. Azt sem tudom, hol van Peru. Még taxink is van. Az is biztos segít. Yucahuanan. Csilka, azt már kétszer látom ezt a szöveget. Technikailag lehet Chile is, nem? Bolívia nem lehet, mert ez Gen 4. Szóval... Csilka. Csilka, az egy csala, az nem csilka. Marad a Limagesz, és örülünk, hogyha ott vagyunk valahol. Nem látom. Rip. Oké, okay, a Limagesz mindig jó. Jó,
Indonézia, nem tudom, azt sem tudom, mit tippeltem már. Mexikót raktam, ugye? Ez a római négyes pól. Én hajlandó vagyok elhinni. Ide Berhenti van írva, ugye? Igen. Azért biztos, hogy biztos ellenőrzöm, de szerintem ez az lesz. Szóval az úgy működik, hogy megnyomod a gombot, a nyilat, rákattintasz, és aztán tartod az Enter-t vagy a Space-t. Az Enter-t ajánlom, hogy ne tippelj véletlenül. Oké, Mainland volt. Miért ne lett volna Mainland? Rip. Szóval így lehet gyorsan utazni Moving-ban. Ezt nézzük meg itt. Porto Murtinho, Karakol. Nyilván Brazília. Ez megtalálható. Egyik se ismerős nekem. Szerencsére Portóban is olyan kevés van, hogy szinte végigszkennelni is. Egyszerűen túl egyszerű, azért nem találom meg. Remek. Valami más info, egy útszám. Magas fű van, de hát ott nem lehet Portó. Hegyek vannak, lehet, ide feljövök. A dombos helyekhez. Ha az egyáltalán Brazília, amúgy abban sem teljesen biztos. Tehát fekete a hátulja a tábláknak. Ez jó kell legyen. Jó lesz itt, dír. Na, biztos nagyon nagy Portó van itt. Ott van Portó. Berhenti, csak Malajzia. Tudtam már. Jó. Egy nyelvet itt érdemes találni talán. Na majd a kukán. A kukameta. Ez amúgy olasznak tűnik nekem. Ristorante Bella Vista. Ó, várj egy kicsit. Mi van ide írva? Cavigliano. Cavigliano. Biztos, hogy itt lesz valahol. Keresek egy vasutat, mert csúcsú van. Itt jó lesz. Csúcsú! Köszi, hogy gyűjtitek közben amúgy a vasutas stream témát. Elég szépen haladunk vele, de még nincs meg hozzá a jellemezem. Nem lesz olyan fullos, mint a kalóz volt. Ah, oké. Ez egy elég kemény perui helyszín. Van egy hegy, és elég száraznak érzem. Kicsit zöld is. Próbáljuk ki, miért ne. Egy nagy hegy van, a többi az eltörpül és száraz, úgyhogy nekem működik az Oragari meta itt. Ha nézd, itt van Peru amúgy. Segítek, ahol csak tudok, ott segítek. Lima hegy kellett volna. Na mondjuk nem, félúton volt. Vakon vagyok nagyon. RG? Nem egyértelmű a pól, és egyszerre van sárga és fehér vonal. Menjünk egy kicsit. Csúcsú van. Hallom. Ja, az RG. Nem vörös a talaj, de mégis azt érzem, hogy valahol itt van. Van itt vonat? Vonat, please. Nem mondod, hogy egy ekkora városban nincs vonat? Na, van, itt van. Csúcsú!
Ah, éjszakabbra egy picit, az szép tipp volt tőle. Még éppen élek. Ó, és valaki megtalálta az őshonos állatot is. Na mindjárt. A meccs utolsó körében megcsinálom. Ami jó esélye ez lesz. Ezek a silók annyira kanadaiak, nem? Én megmerem tippelni. Megpróbáljuk. Siló meta. USA-ban nincs ilyen siló. Fixen nincs. Na, lehet, hogy van. Ez az egy van. USA-ban ez az egy siló van ott. Pont. Na, megnézem, hogy ott milyen őshonos állat van. Hát, kettő között van. Vagy krokodil, vagy sas. Semmiképp sem az egyik, vagy a másik. Vagy semmiképp sem mindkettő. Csak az egyik, vagy a másik. Amelyikkel szeretné találkozni, az van ott. Mennyi az idő? Még mehet egy-kettő, és utána lesz nézői. Bakony jön most. GG amúgy. Nem volt rossz mess, csak hát nem kéne USA-t rakni a térképbe, és akkor jó lenne. Jó, nem mintha ott kaptam valaki. Az argentin tipp, az masszív volt, Kriston. Az komoly volt. Köszönöm, hogy 127-en itt vagytok. Nagyon komoly. Köszi szépen. Olyan komoly, mint ez az angora szóró. NM40. Kiveszem a timert. Nem kell a no move-hoz timer. Amúgy szerintem az ellenfeleim között, akik ilyen közösségi tagok, talán ez lesz a papíron legszorosabb meccs, nem? Bakony is most ment föl championba, nem? Én is már fölmentem kétszer, tehát kb. Ugyanott kell, hogy legyünk. Leszámítva a mai handicap-es formámat. Na, indítom. De lesz nézője amúgy, Robi. Csak még egy-kettőt lejátszom. Azt mondja, a következő Almi lesz. Ha itt van még. Annyira meglepett, hogy jobboldali közlekedés van itt. Teljesen megdöbbentem ezen. De hajlandó vagyok elfogadni a jobboldali közlekedést. Almi, itt van még. Közben kaptam egy hidratálást, még egy kalózmódot is. Köszi a beváltásokat. Rossz földrészen leszek, van egy ilyen érzésem. Ez egyértelműen spanyol nyelv, ugye? Ugye, hogy az egyértelmű, de ez annyira nem tűnik Latin Amerikának nekem. Én nem értem, hogy mit kell itt tippelni. Ez, ilyet én még életemben nem láttam. És csak tényleg csak Ecuador. Őrületes volt. Ilyen laposat még soha nem láttam. Uh-oh. Gázcsőmeta van. Figyelj, Kazan alatt van Kazaksztán. Amúgy van, hallod? Rakjam be ide. Bízzunk a gázcsőmetában. Nem lehet bízni a gázcsőmetában. Nem tudom, hogy ez mi. Én nem olvastam el. Bakony tudja, hogy mit csinál, úgyhogy kénytelen vagyok középre tippelni és reménykedni a túlélésben. Oké. Okay. Köszi a TikTok jeleket, Zsembó.
Felőlem aztán lehet itt. Lehet itt fönn is. De én nem komitálok oda, mert félek, hogy Dél-Afrika is, nem pedig Botswana, bár eléggé bocnak tűnik, tényleg itt volt. Csak kereshettem volna egy utat. Na most már akkor kalózmodot, mert ez a kalap borzasztó. Na itt lehet, hogy fogok tudni kalózmodot tenni. Hát nézzétek, Vince is úgy kapott ki, hogy kaptam sorban a skandikat. Úgyhogy a helyzet nem reménytelen. Kicsit ettől félek itt, de nem, jó lesz ez itt. Arr. Azt mondjuk meglepő, hogy ennyire éjszakon van. Ez kb. Pont a határa annak, ami még lehetett, de nem gondoltam, hogy ott lesz fel, annyira laposnak tűnt. A nagy része. Oké. Jönnek sorban a skandik, csak az a baj, hogy most viszont fogalmatlan vagyok. Ide gondolkodtam először. Jó lesz ott. Még egy arr. Hát ez kemény. Ja, ez nagyon szép tippek mindkettőnktől. Not gonna lie, ez elég impresszív volt most szerintem. Az a baj, hogy az S néma. Itt. Masszív hegyek délkeletre. Az mit jelent? Ezt itt mondjuk. Ez itt jó lehet. Azt ott. 1900, na gyerünk, még 1300-at. Elképesztő nagy izék. Gondolom csak román, ugye? Az a román mérföldkő az jó. Erre gondoltam itt, nagyon lapos. Délebbre, oké. Ha ide rakok kalózmodot, akkor majdnem nyerek is. De így csak 69. Basszus. Még mindig tartozom egy kalózzal, tudom. Most már négyszeres szorzó van, ez már feszült helyzet. Ó, jaj. Ó, jaj, ne csináld ezt velem. Minden egyes streamen. Az előbb ez az autó itt volt, egy hasonló, idejövök Ibadanhoz. Vörösföld, nem tudok rá metát, semmit nem tudok itt. Oké, akkor Abuja, rendben van. Nem tudom a különbségeket. 3200-at kapok ebből. Szép tippja volt amúgy. Lehet, hogy ismeri a metákat. Isten. Ez mi?
Miért nincs semmi? Hát ez eddig egy Melbourne plonk, amit így elő tudok adni. De azt sem tudom, hogy lehet-e Új-Zéland esetleg. Kicsit félek, hogy Auckland. Egy kicsit félek tőle. De nem tudom. Nem tudom mi az. Melbourne-t fogok rakni, mert az volt az első gondolatom. És így ennyi a meta. Oké. Okay. Ezzel ki tudok békülni. Német Balázs kérdezi, miért van kalózkalap a fejeden? Beváltott valaki egy kalózmódot, és ostoba voltam, és még nem csináltam meg. Ezért van a fejem, mert büntetésből kb. Jó meccs volt, hát be kellett volna fejezzem már rég. Már rég, de nem sikerült. Trollolás volt. A kalózmód azt jelenti, amikor vízbe tippel az ember. Almi itt van közben? Nem válaszolt, úgyhogy az igazi bodorka lesz a következő. Itt van Almi, akkor először ő jön. De. Még veled játszom, és aztán az igazi bodorkával is, és ennyi fog beleférni mára. Hárman nem kerültek sorra. Amit sajnálok, de majd legközelebb. Legalább retkes is, mint az állat, mint az igazi kalózoknak. Hát nézd, most már negyedszer van rajtam, szóval persze. És nem lehet kimosni se, úgyhogy teljesen jó. Két kalózmódom van, és ennyi azt hiszem. Kicsit várok a cuccokkal. Kitaláltad volna? Hát nézd, nem csináltam meg, szóval a gameplayből nem találhattad volna ki, hiszen nem csináltam. Magyar? Nem megy magyar. Ez... nem az a csatorna. Na, indítom. Sok sikert. Azt lehet, hogy én NPC-ben játszom. Őt meg hagyom körbenézni. Megpróbáljuk azt. Úgyis hitvány vagyok NPC-ben, nem árt gyakorolni. Na már kezdődhet is a szégyenteli teljesítményem, ez egy jobboldali kormány. Szóval gondolom indul. A fehér autó van, az jó. Próbáljuk ki. De itt is rakhattam volna vízre, csak idióta vagyok. Na ezért van rajtam a kalap. Az idiótáknak az idióta kalapjár. A csúcsú miatt? Hát igen, az a másik mód. Arra is lesz majd cucc. Oké. Max észak maláj volt. Csak fehér vonalak voltak, real. Tudom. Erre gondoltam még, meg nyilván erre. De hát ezzel a cucca nem lehet az. Ettől félek egy kicsit. Meg ettől. Hát attól nem féltem, de ez az ország nem létezik számomra, úgyhogy nem baj. Ahova ő ment, ott nincs piros-fehér sávarom, de jóval közelebb van, úgyhogy nem szabad pofázni. Puh, de jó helyszín. Káposzta van. Én megbízom benne. Mondjuk nem kell bekomitálnom ide. Csak nem fog ide tippelni. Ennyi XP-vel. Elég csak ideig eljönnem. Nem. Tartsa már elkéstél sajnos. Utolsó előtti meccset játszok, és a következő a bodorkái. Mit csinálsz? Mi volt ez a helyszín? Oké. Okay. Sorry, tartsa.
Na, eddig flow lesz, be kikapok amúgy NPC-ben. Most azért megbizonyosodom róla, hogy mit csinálok. Tehát... ez jónak tűnik. Vagy most ez mi? Nekem jónak tűnik. Jó. Nem lesz flow lesz. És én mindig nem tippeltem vízbe. Nem tudom, hogy ezek mik, gondolom, hogy izét kell rakni, ilyesmit. Most már rakok vízbe, mert már elegem van, de még mindig tartozom egy kalózzal ezen kívül is, úgyhogy... ha itt nem kapok ki, akkor a következő is az lesz. Ügyesen játszik amúgy. Ki is kaptam. GG. Bangladesh volt. Mindjárt megnézem ezt a location-t újra. Komolyan játszott az emberünk, nagyon jó vibe-jai voltak. Jó, ez biztos izé bangladesi meta, meg az ott egy zöld-fekete tuk-tuk, amit nem láttam. Hát ebben a nézőpontban nem látni. De amúgy nem tudom, nem megyek itt Bangladest. Nem jut eszembe itt. Kemény volt. GG. 20 pontból 8-80. Ennyi, nem szabad itt izé. És még csak nem is volt Midway atoll, meg ilyenek, ilyen hülyeségek. Jobboldali emberekről. Hát, sorry, nem vagyok egy emberismerő. mit kell csinálnom? Ja, igen, az igazi bodorkának kell írnom. Az utolsó 1v1-ünk jön el. És akkor majd ki tudom cserélni. Na, összesen hármat nyertem meg. Azért az nem egy jó arány, de közben elég jól éreztem magam, szóval miért nem tudom megcsinálni ezt? És igazából az egyik vinem azért az elég jó volt. Ezt levetem, még nem vehetem le. Nem lesz most. Nem, ezután jönnek közösségi játékok, picit több közösségét szeretnék ma, mondjuk egy olyan 4-5-öt. Oké. Okay. MC Istivel lesz közös live? Nem tudom ki az. De ha MC, akkor valószínűleg nem közös a nísünk, amiben van mozgunk. Köszi a hidratálást, meg volt. Ó, megint live-ol. Jó, adom. Adom. Na, indíthatom. Azt hiszem. És megpróbálom hamar letudni a cuccot. Master 2-ben a nő is, úgyhogy ő is smurföl kb. Ő nagyon ügyes. Oké. Semmit nem ismerek, ami azon a szövegem van. Vízbe teszek. Nyugi! Nyugi. Arr, az lemaradt. Kábé olyan TikTok látványosság, kábé mint Varga Irén volt. Ő is volt TikTok, amúgy bazzeg no move-ba vagyunk. Miért vagyok retardált? Mindegy. Szóval ez nyilván Németország. Elég dombes dombos, úgyhogy gondolom közép. Sőt, Luxemburg.
Az érdekes, az nem jutott eszembe. Ki az a Varga Irén? Ne csinált. Ne csinált. Nem emlékszem ezekre az oszlopokra. Pedig emlékszem. Arra emlékszem, hogy a múltkor valaki beszélt ezekről. De nem tudom, hogy mit. Olasz házak? Kicsit olasz. Low-key olasz. De hogy ott van-e ilyen cucc? Pff, nem tudom. Nem láttam még. Biztos láttam már, hiszen rémlik, de nem tudom, mit jelent. Úgyhogy az olaszot tippem itt, mert nincs más ötletem. Ezek a házak szerintem jók olaszra. Félek, hogy török amúgy. Nincs egy villanyoszlop, egy darab villanyoszlop valahol. Csak egy völgyhíd van. Ilyen hegyek, inkább Balkán. Lehet, hogy törököt kéne tenni. Meggyőztem magam. Törökországnak a nyugati felére megyek. Olasz snowball. Shit. Nem nézem a chatet ilyenkor. Majdnem az ötken voltam. Szóval mindegy, hogy mit írtok ilyenkor, mert nem olvasom direkt. Szóval a Varga Irénő énekes amúgy. Professzionális énekesnő. Ó, Norvégia volt. Nem éreztem hosszúnak a vonalakat. De a vibe-om az meg volt itt is. Te is énekes vagy? Figyelj, bármikor. Bármikor adunk egy koncertet itt. Oké. Tudod kívülről az egyik számát? Én megkerestem az egyik klipjének a helyszínét. Ezt nem láttátok? Ó, nem vette észre a bolárdot. Ez fájni fog, az elég is. Na. Így legalább lett még egy vinem. Nem lett teljesen. Hát ha már a trashnél tartom, mondhatom azt, hogy nem lett magtalan a stream. Az a baj, tartsa, hogy ha kivételezek veled, akkor három másik embert lógva hagyok. Szóval az így nem igazságos. És van olyan, aki a stream eleje óta vár. Majd legközelebb. Meg amúgy, hogyha van kedved szerepelni, akkor csináltunk egy kifejezetten tartsa egy V1 streamet, ahol oktatsz, ha ilyen vágyaid vannak. De nem szeretnék kivételezni, mert akkor az igazságtalan a többiekkel szemben. Na, amit viszont szeretnék, hogy most minél több ember csatlakozzon, szóval levesszük innen ezt a scriptet. És azt hiszem kirúgtam embereket, úgyhogy újra csinálom a partit. Nem vágod, mit csinálsz, csak csinálsz. Félj, az a jó. Én csak tudom, hogy ott van, azt kész. Na, S4, B3. Rakom a linket ide. Twitchesek, TikTokosok mind jöhetnek. És hát még egyszer köszönöm, hogy az 1000 feliratkozót a YouTube-on. Szerintem maradhat a Community World.
Na, még várunk egy picit. Csinálok szavazást. Ez most elég sok a pró. De végülis miért ne? Miért is ne? Csinálok egy gyors ilyen 30 másodperceset, hogy azért mehessen a szerencsejáték. Top 5-ben végzem-e a végén? Ez a kérdés. A kód, még egyszer mutatom, S4B3. Sabbe. Na, indítsuk el szerintem. Még ezért csatlakoznak emberek, de ma tényleg egy kicsit több időnk van erre, úgyhogy nyomjuk. Mondjuk egy random infót vagy metát, kérdezte helye a Dávid. Hát majd megpróbálok itt a location-ökben. De lehet, hogy itt nem fogok tudni semmit mondani. Uh-oh. Még vízbe is kell tennem? Az vagy, ahova tenni akarok, ott nagyon kevés víz van. Ide teszek. Ez elég nagy víz. Arr. Úgyhogy most nem vettem fel a kalapot, mert azonnal raktam. Nice. Tartsam, hogy nem tudja, mit csinál. Csak random orosz körön milyen távolságra van, nem derül ki. 34 cm kb. Na mi ez? Nagyon érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. Hát nekem ennyi idő nem elég, hogy ezt megtaláljam. De elég sokan vannak, akik megtalálták. Szép volt. Tartsa folytatja az oktatást. 9855 két körben. Eddig nem vagyok a top 5-ben, úgyhogy lehet izgulni a pontokért. És lehet, hogy tovább is lehet izgulni a pontokért. De elég éjszakon volt, nem Zsomsza? Nem volt délen. Na, most top 5-ben vagyok. Csak még van két helyszín, sajnos. Uh-oh. Rip. Stop the count. Az jó. Az egy jó komment. Én itt fogalmatlan vagyok sajnos ebben az országban. Nem lett annyira rossz, tehát nem lesz elég sajnos semmire. Oh. Na, még van esély. Még van esély. Vízbe tett a ragari? Nem, csak beírt, hogy arr. Itt a... Na, várj egy kicsit. Lehet, hogy meg lesz a top 5, csak egy jót kell tippeljek itt. Jó kell legyen.
Jó. Azt láttam, hogy itt ilyen vírvégződésű helyek vannak, mondom, hát, ha itt van. És tényleg itt volt. Na, a Tarcsa egy ilyen laza 23.781-el megnyerte ezt a meccset. Mögötte Röpke 2000 ponttal Kenny, és én lettem a harmadik. Totter, Zsomsza, Petko, Oragari, Unknown, Bakony és a top 10. A random meta, szóval a Brazíliára akartam mondani, hogy vörös föld volt, és a latin-amerikai antenna volt, és fekete volt a táblák hátulja. Innen lehetett tudni, hogy Brazília. Szép. 20k plusz, bizony. Mondok egy pár dolgot, miből ismerem fel őket? Hát... Az a baj, most ilyenkor közösségi játék alkalmával nincs elég idő ehhez, és ráadásul akik közben hallgatják a streamet, nekik akkor lelövöm a poénokat, meg szenvednek, hogy hülyeséget beszélek. Ja, szerencséje voltam, hogy tartsanak. Jó volt a seed amúgy. Végül is nem volt benne egy Fülöp-szigetek, meg egy Brazília, meg ilyenek. Csak Luxemburg és San Marino volt. Meg mindegyik ilyen ott lakik amúgy. Szóval ez egy csalás, hogy mindenhol otthon van. Kéne még egy előrejelzés, csinálom. Ja, meg persze az Oroszország is amúgy csak olyan 200 méterre volt tőle. Az volt a legrosszabb tipje a seedben, az Oroszország. Na mindegy, ez kemény játékos tarts nagyon. Na indítom. Honnan lehet megtanulni különben játékban évek és a rutin? Hát az mindenképp kell hozzá, de vannak szerencsére dokumentumok, amik azért felgyorsíthatják a folyamatot, hogyha van elég türelmet hozzá. Komolyan mondom, a brazil izéket fogom megtanulni legközelebb. Telefonkódokat, mert annyira sokszor hasznos. És nem tudom, hogy mi az a 61. Oké, nem vagyok túl messze. Fondorlat volt legközelebb. A nem vagyok túl messze tippen, mert 12. vagyok, szóval igen, itt sokan tudják a telefonkódokat. 61 főváros. Hát az egy végződések, tudom, hogy fővárosok, de nem tudtam, melyik állam. Nem tudtam, hogy melyik államban van. Úgyhogy csak beraktam középre. Tudtam, hogy nem max észak és nem max dél, ennyit tudtam. Ezek azok a körök, amiken Kanadára megyek Európa helyett, és fordítva. Ezt nem értem, ezt az oszlopot itt. De az az igazság, hogy Kanadában még nem láttam ilyet, úgyhogy ide rakok. De fel vagyok készülve rá, hogy ott lesz svéd. Jó, rendben van. Szépen körbelőttük a helyszínt, és Krisz van legközelebb a kalózmóddal. Na, mehet a harmadik kör. Ó, Dr. Szabi is küldött egy szívecskét, amit köszönök szépen. Sikerült egy olyan lokkot berakni, hogy egyetlen rendszámtáblát nem lehet látni a 10 autóból, ami a képen van. Berosszulok, komolyan mondom. Okay. Hát ez a vibe-om itt. Ez jó lehet. Próbáljuk ki. Éjszakra van a víz, úgyhogy lehet, hogy jó. Istenem, megint ezek a... Mi, ez kis sziget. Az a megnyugtat, hogy senki nem tudta amúgy pontosan. Én nem is ismertem, hogy ez létezik. 5K-ról Colosswitch, az szomor. Én nem tudtam, mi ez a lok. Nem tudtam, hogy van ez a sziget egyáltalán. Oragari volt a legközelebb. Én is először majdnem Yucatán tippeltem, de aztán
Nem volt kőfal, meg semmi. Oké. Kedvenc országom, megint. Ú, ezt a szólót egy időben el tudtam játszani zongorán. Ah, az elejét. Ezt. Nem tudtam, hogy meddig. Mostanáig. Innentől már nem. Valami ilyesmit kell tippelni. Ah, még éjszakabbra. Uff, Totter, az ötkán. Sheesh. Ez jó volt. És Kram is amúgy itt van az úton, meg hát Fondorlat is. Elég sokan vannak az úton, gondolom, mert... Ja, egyes ötös itt összefolyik. Fűreliznek az első kezd hangját. Igen. Na, utolsó kör. Totter vezet. Nagyon. De jó lenne itt nem fogalmatlannak lenni. De az országon kívül csak a fogalmatlanság marad sajnos. Hát gyakorlatilag Temukótól, ami van délre az Antarktiszig, ott én nem tudom mi a különbség. Fogalmam sincs, hogy meddig kell menni. De és az ráadásul még Santiago-tól északra volt. Bakony valahogy tudta, meg Zsomsza is nagyon jól tudta a régiót. Szép volt. Alacsonyan volt a nap, ez engem eléggé átvert, úgyhogy nem lett meg a top 5 sajnos. Totter megnyerte, 21 ezres seeddel, szép volt tőle. Oragari, Chris, Zsomsza, Unknown. Csizmadi a család, 6. hely, nagyon szép eredmény. Tartsa, Bakony, én és Misi. Szép volt. Mutatom a kódot azoknak, akik esetleg most csatlakoztak. Plusz 1600. Na jó, de hát Krisznek végtelen pénze van. Amúgy Krisz, csak neked, mert te ilyen gazdag vagy, úgy emlékszem. Csináltam neked egy beváltást, nem tudom, láttad-e. Zsiga fiú írja, ez a játék fun, mondjuk nem nagyon értek hozzá, de kurva jó. Sokan vagyunk így. Az összes pénzedet eljátszottad? Az igen. Rip. Könnyen jött, könnyen ment, nem igaz? No. Indíthatjuk is szerintem. Mi volt itt a chatben amúgy? Jó, nem tudom mi ez. Na, indítom. Nem csináltam előrejelzést, gyorsan megcsinálom. 30 sek az első kör, úgyhogy még pont belefér. Ez szerintem repeat nekem, de mivel ötletem sincs, hogy mi, ezért király. Na, eddig 8. vagyok, még van remény. A remény oda veszett. Én meg fogom próbálni azt a metát, amit Vince mondott ma a videóban. És shoutout to Vince, aki mondott metát a videóban. És nézzétek meg a videót, amit ma feltöltöttem Vincével. Szerintem jó lett amúgy. De nem az volt.
Benne vagyok-e a top magyar játékosokban? Hát ez attól függ, hogy a top az mit jelent. Szóval top 30-ban szerintem benne vagyok. Nem szürke volt a hely, az volt a baj itt. Oké. Okay. He? Top 500 ezerben? Fogalmam sincs, hogy világszinten most hányan játszanak a játékkal. Azért csak benne vagyok, nem? A valamilyen ligákban ilyen top 1000 körül végeztem, de az igazából csak azt jelenti, amúgy nem is gondolkodtam, hogy hol vagyok. Lerakom a fekete tengerbe. Nem tudom, hogy mi ez. Szóval, oké, okay, Szerbia, whatever. Az csak azt jelenti, hogy sokat játszottam abban a szezonban, nem azt jelenti, hogy ügyes voltam. Ennyit a top 5-ről. Sorry, nem figyeltem oda. Azon gondolkodtam, hogy hányan játszottak a játékkal. Elég könnyű ilyenkor este, fél 11-kor már elterelni a figyelmemet. Nem adom vissza a pontokat, ezt bele kell kalkulálni. Ide rakok a völgy, izére hídra itt. Oké. Okay. Nincs visszaadás. Kalapot fel? Na már is. Ami ez a piros szar is kezd lejönni róla. Vagy ez elszakadt? Nem tudom. Amúgy 13. vagyok, még akár van esélyem, ha itt sokat hibáznak, és én meg életem formáját nyújtom, akkor még van esély. Magyarországon belül, azt hiszem top 30, az real. Ha 20-ba kerülnék, azzal nagyon elégedett lennék, de az a baj, hogy ahhoz rengeteg effortot kéne beletennem. És azt az effortot én most a videóvágásba teszem. Meg a content kreálásba, nem pedig a tanulásba. Így reménytelen a helyzet. És közben meg fognak előzni azok, akik most a 30-on kívül vannak. Őshonos állatot. Hú, ez izgalmas. Litvániában nézzünk őshonos állatot. Vajon mi lehet az? Mit tippeltek? Az az igazság, hogy Litvániában nincs őshonos állat. A legközelebb Lengyelországban farkassal. És amúgy azt nem is mondtam, de ezen a bolygón nem csak állatok vannak ám, hanem híres épületek is. Szóval a boldog Vazul székesegyház van legközelebb Litvániához, ami ugye Szentpéterváron van. Na, mehetünk is tovább. Ja, hogy ennyi volt. Hát, egyre vagyok képben. Annom nyert. Fodor, 22 ezer ponttal, ami szép. Fondor lett a második. Krisz, Tarcsa, Vince, Bakony, Totter, Kram, Oragari és Zsomsza a top 10. Van, aki meg tud-e élni ebből a játékból, vagy annyira még nincs ilyen a világban, mint egyéb e-sportoknál. Jelenleg 2 full-time content kreator van, aki meg tud élni ebből. De mivel ritkán vannak a versenyek, így nem igazán lehet. Kéne egy vasutas sapka is, beszerzés alatt van. Rainbow és Zigzag a 2 full-time content creator, igen. Itt van a kód, gyertek, még van idő párra. Elfogyott az innivalóm viszont, és az baj. CG nem full-time? Nem hiszem. Nem. Mennyi feliratkozója van CG-nek? Megnézi valaki? Meg ő még nagyon fiatal, nem? Ő még talán tanul is valamit, nem? Én, mint full time, az menő lenne. Figyeljetek! Múltkor viccelődtem azzal, hogy Oragarinak adom a YouTube pénzemet. Tilos elmondani, hogy mennyi pénzt kaptam a YouTube-tól, de már szemmel látható összeg. Már van majdnem 3 dollár.
Szóval azért az már komoly. És ez így pár nap alatt, úgyhogy köszi, hogy néztek a rengeteg reklámot. Amit amúgy a nagyon komoly, ha automatára rakom a YouTube-on a videót, 3 percenként rak reklámot. 3 percenként. Nem hittem el. Úgyhogy manuálisan fogom beállítani a reklámokat, mert azt azért nem akarom, hogy 3 percenként dobálja fel. Ez mi? Ez volt a vibe. De meg ez. Nem tudom, melyik. Oh. Shit. Szomor. Ahol nem csináltam peredit, majd a kövire. Még a kalós sapkámat se tudtam levenni, úgyhogy... Na majd most. Jó, mindjárt megszabadulunk ettől az embertől, nem kell izgulni. Keresünk itt egy tót. Fúha, nincs akkora tó, mint szeretném. Ide kell jöjjek akkor a Fekete-tengerbe. Arr. Nem is ott olyan rossz. Oké. Okay. Zsomsza azt kérte, hogy beszéljek Košicéről. Košicén van egy elképesztően para helyszín. Te Zsomsza azt ismered? Azt a lakótelepet Košicén? Graf, őt nem ismerem amúgy. Lunix X. Na most már nem is értem, hogy tartsa, mit beszél. Eddig azt nem tudtam, hogy hogy tippel oda, ahogy, ahova. Most már a nyelvet se értem, amit mond. Lunix X a kassa. Ah, lehet. Lehet simán. A ijesztő location-ös térképen láttam. Majd megnézzük. Vagy ha esetleg megvan neked tartsa, vagy könnyen megtalad, akkor küld... Ó, nem tud beküldeni a chatbe. Koordinátákat be tudsz küldeni a chatbe. De mindjárt rákeresek. Istenem, ez az Armin. Az a baj, ha spammelitek az izét, akkor meg még látszódik is a link. Mit kell itt csinálni? Nem értem, ezeknek nem szögletesnek kéne lennie ezeknek az oszlopoknak. Van fentről a YouTube-on ismeret... Fondorlat, te hogy ismersz ennyi ismeretterjesztőt neked? Hogy van időd ennyi dokumentumfilm content fogyasztásra? Ez olyan lenyűgöző nekem. Mondjuk lehet, hogy te nem a trash TikTok videókra pazarlod az idődet, mint én. Meg a podcastekre. Hát nincs paranafa. Megvan. Nézem. Azaz. Oh, te gyönyörű vagy. Hol van az a lock pontosan? Mindjárt mutatom a streamen. Közben véget ért ez a meccs. Vince nyerte meg. Szép volt tőle. Szoros volt, 200 ponttal a különbség. Sőt, még Bakony is. És még Fondorlat is, figyeljetek. 300 ponton belül van 4 játékos. Azért az elég vad. Unknown lett az 5. Tarcsa, Chris, Kenny, Oragari és Zsomsza a top 10. Én megmutatom ezt a location nektek, addig tudtok csatlakozni. Itt van. Ez para. És itt volt tán... Aha, ez az, igen. Ez elképesztő. Ez nagyon ijesztő nekem. Miért kapkodom el a tippet? Hát,
Régebben jobban nyomtad. Na, ez a kedvencem. Tolom a streamet, lassan 2,5 órája azt számolt bele. Másrészt meg én nem tippelek az elején, mert akkor lemásolják a tippemet a nézők. Nem a profik, hanem az egyéb emberek. Miskolc kompletten így néz ki, azt azért nem hiszem. Nem tudom, ez nekem nagyon ijesztő. Na, mehet a kövi. S4B3. S4B3 a kód. És hozzáteszem, hogy 30 másodperc van tippelni, szóval nem csak azért kapkodok, mert úgy van kedvem, hanem mert nincs idő több. Meg lenne néhány hely közelebb is? Nem biztos. Nem tudom. Nyilván, ha több időt... Én egy lassú játékos vagyok, mert lassú az agyam, de... Ha több időm lenne, lehet, hogy közelebb tudnék rakni. Itt azért most volt egy-két nehéz helyszín szerintem. És itt most mondjuk az olaszon kívül a többi ország az megvolt, nem? Csinálok előrejelzést a Twitchnek. Oh shit, itt nem volt a válasz, igaz? Igen, és akkor itt meg most csinálunk egy újat. Háromszor bement a Google Auto, ja, az kemény. Versenyre tervezek-e menni? Nem igazán. Nekem elég stressz így nyomogatni ezeket a gombokat. Így is két csetet olvasok egyszerre, meg ilyenek. Na menjen, még kettő ilyen, és aztán megyek el. Melyik országban vagyok a legbiztosabb? Országon belül, vagy az, hogy eltalálom az országot? Mert ez nem ugyanaz. Közben itt FK már sürget. Úgyhogy ja, ez a kettő gyorsan legyen. Ja, tippelnem kell. Kettőt letoljuk, és aztán megyek. Nem fogom tudni ennyi időt megtalálni ezt a települést. Ez volt talán. Ah, még jó, hogy átváltottam ide éjszakra. Egy országon belül, szerintem Japánban és Norvégiában. Orvari megtalálta. Vagy tudta, hogy hol van, ami kemény. És amúgy hozzáteszem, a top 3 legyen meg, az egy elég erős kérés, úgy, hogy a Magyarország top 10 itt van a lobbiban. Kb. Néhány embert kivéve. Hogy mondjuk top 15 itt van a lobbiban, úgy, hogy mondjuk 5 ember hiányzik. Hát ez mondjuk megint egy elég nehéz location szerintem. De az az oszlop, az szerintem ez. Oragari? Nem. Ma Uruguay. Oragari nem, top 1 magyar. Top 20 körül van Oragari szerintem. Vagy ha éppen jobb formában van, akkor top 15. Nem tudni. Ugye ez a baj, hogy nagyon rég volt megmérettetés. Top 1. Hát jelenleg Debre a top 1. Mert ő az, aki ott kijutott a világbajnokságra is a hétvégén, tehát ezt nem fogja tudni elvenni tőle soha. És nyilván emiatt Szalek a top 2, mert ő meg kijutott a kvalifikációra, és más magyar nem jutott ki a kvalifikációra, tehát így kezdődik. Fondorlat is ügyesen nyomja eléggé. Igen, Fondorlat top 10-es játékos. I mean, bele lehet kötni. Kibe? Ja, értem, hogy miért nem... Ja, igen. Jó. Igen. De amúgy a... Tehát ott... Jézusom, milyen helyszínt kaptunk. Tehát ő kitöltötte azt a seedet, nem? Vagy hát ilyen sok seedet. Nem tudom, hogy hányat amúgy.
Én nem tudom, mi történik itt. Félek, hogy ez amúgy. Kettő közülük jelentkezett. Ja, hogy... tehát, hogy jelentkeztek, és aztán nem hívták be őket, hogy töltsék ki. Értem. Ez mondjuk fura. Miért nem volt open az? Ezt nem tudtam amúgy. Más is Twitch-e le, vagy csak én a versenyzők közül? Szerintem a top játékos, aki néha streamel, az Vince most. Vince Erdei a Twitch csatornája. Shoutout. Nem nagyon szeretik Debrén kívül a magyarokat. Hú, erre sok mindent tudnék mondani. De annyit mondok, hogy szerintem mi se szeretjük magunkat annyira. nem tudom, mit történt itt. Nem néztem meg. Ezt rakok. Miért is ne? Oké. Elfogadom. Tartsa tudta. De kette vannak csak a jó országban, ami menő. Ez volt az utolsó kör. Fondorlat nyerte meg, említetted is BG, hogy ügyesen nyomja, tényleg ügyesen nyomja. Totter lett a második, Unknown, Tarcsa, Uragari, Kenny, Zsomsza, nyolcadik lettem valahogy, ami korrekt, Krisz és Vince. Hétvége óta Debrét se szeretik? Szerintem a Debrét bírják, mármint azért jó sót csinál. Na, utolsó játék, srácok, gyertek. Választok egy nemet, és aztán most top 10-et kérdezek, jó? Top 10-ben végzek-e? Meg hát Debrét berakták kommentálni egy egész napra kb. Azt ne felejtsétek el, tehát őt szeretik ott kin. A Debre nem szeret minket. Ezen kéne inkább dolgozni. Köszi a kalauz módot, megpróbálom nem elfelejteni. Ha elfelejtem, visszautalom majd a pénzt. Na. Cicás képeket. Fogok majd neki írni. Most hagyom, hogy lenyugodjon, és majd fogok írni neki. Elvégre tényleg válaszolt már, nem reménytelen. Mondjuk egy random infót vagy metát? Hát lássuk csak, van itt valami, amit tudok. Akkor elmondom ezt, hogy ez a vörös talaj, ennek az a neve, hogy laterit. Laterit talaj. És ez vulkánikus talajnak a mállás terméke. Ha rengeteg eső esik, kimossa belőle a szerves anyagokat, és ez egy nagyon szervetlen és szar talaj. A laterit talaj. Random info. Oragari megőrült teljesen, 4900-at ment egy random úton. Na, van vonat ebben az országban? Valami biztos van, nem? Vonat. A repülőteret megtaláltam. Nincs vonat. Jó, akkor lerakom azért. Én megpróbáltam, srácok. Ez vonat? Vonat. Nem vette be. Rematchet kell ilyenkor. Azt tanultak a World Cup-on. Szép volt. Jön a harmadik kör. Itt van vonat. Komolyan, ha olyan szíd jön, hogy nincs vonat, az szörnyű lesz. Megőrülök. Nem tudok vonatot tenni ezekben az országokban.
Nincs vonat. Még két helyszín van. Itt az elég soroknak meg volt, hogy hol lesz. Biztos megtalálták ezt a Ras Al Lisan Al Gaibot. Még két helyszín, egyelőre Oragari tartja magát az első helyen, szép tőle. Én 11. vagyok, tehát van remény a top 10-re. Csak vonatot kell keressek. Ez mi? Hát most már nem érdekel, már akkor is keresek egy vonatot. Itt. Ez nem lesz jó, tudom, de muszáj vonatot tegyek, mert különben baj lesz. Most átmegyek máshova. Mondjuk ide. Itt van vonat. Be se tölt a térkép. Whatever. Déli sark. Sokan tudták az 5K-t, én nem ismerem ezeket a városokat fel. Hányan tudták? Nézzük csak meg. Tartsa fondorlat, Totter 5K-n van. 4999 Vince, Oragari, Kenny, Zsomsza és Unknown tudták pontosan a várost. Szép városom úgy. Ide elutaznék, ez adja az a hely. Na, ennyit a top 10 reményeiről, és akkor jön az utolsó helyszín a mai nap. Hát, nem tudom kik vannak előttem, de van esélyem a top 10-re itt. Szerintem. Ó, baszkus. Egész jó lett a tipp. Sokan vagyunk a túlban. Na, hát nem lett meg a top 10. Oragori nyert, Fondorlat a második, Zsomsza, Totter, Vince, Unknown, Kenny, Tarcsa, Bakony és Rich. Te szereted, hogy mindenki közelebb van középen. Hát, Uruguay. Na, ennyi fért mára. Ennyi fért már a streambe, legközelebb jövő héten találkozunk, kiosztom a pontokat. RIP csatorna pontok, most hogy nézem. Sorry. És akkor beraideljük Levit, ha még nyomja. Csinálja. Öt ember nézi, úgyhogy most menjetek át hozzá, és tegyétek őt is boldoggá. Legalább annyira boldoggá, mint engem. Na, mindenkinek jó éjszakát, és jövő héten találkozunk. A hétvégén meg jönnek videók, úgyhogy majd nézzétek a YouTube csatornát. Sziasztok!